Veszélyes vírust kutatott Bangladesben az ismert pécsi virológus. Kemenesi Gábor a Nipah vírust vizsgált a kutatótársaival. Ez már a második expedíció volt, amikor járványmegelőzési és járványvizsgálati kutatásokat végzett a távol-keleti országban. Van egy toplistás patogénlista a WHO által kibocsájtva, és ezen olyan kórokozók szerepelnek, amik az emberiség számára jelen pillanatban a legnagyobb veszélyt jelentik, mert már rég itt kopogtatnak az ajtón. Nagyon gyorsan kellene rájuk megtalálnunk azokat a megoldásokat, amivel megelőzzük a járványokat, kezeljük a betegeket, esetleg vakcinát fejlesztünk. És az egyik talán toplistán is az első helyen szereplő ilyen patogén az a Nipah vírus. A Nipah vírusról lehet, hogy még sokan nem hallottak, de analogként tudnám emlegetni az Ebola vírust. Egy nagyon magas halálozással járó vírusról van szó, állati eredetű vírusról van szó, aminél azt látjuk, hogy évről évre egyre több embert érint, egyre újabb és újabb helyeken bukkan föl. Tipikusan egy olyan kórokozó, aminél azonnal kellene valamit cselekednünk. Ugye a Nemzeti Virológiai Labor kötelékében nem újdonság, hogy vírusokat nagyon gyorsan írunk le, megismerünk, különféle aspektusaikról gyorsan szolgáltatunk adatot. Ez az a képesség, amit mi ki tudtunk oda telepíteni. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy minél többször hagyjuk emberre ugrani ezt a vírust, annál inkább meg lesz az esélye, hogy ő emberibb vírussá váljon. Sokkal könnyebben tudjon terjedni emberről emberre. 70%-os halálozásról beszélünk, ráadásul légúton terjedő vírus, tehát nagy cseppes fertőzésre tud terjedni, nem úgy, mint a koronavírus, de mégis azért tud. És egyébként Bangladesben volt is rá példa, hogy egészségügyi dolgozók elkapták az ápolt betegektől. Tipikusan egy olyan vírus, amivel még most tudunk valamit kezdeni, és még most kell vele valamit kezdenünk. A pécsi virológusok szakértelmük mellett egy komplett mobil laboratóriumot is magukkal vittek Bangladesbe. Utazásuk több éves előkészület után valósult meg. Minden egyes ilyen expedíciót évek előznek meg. 5 évig építettük azt, hogy ki tudjunk oda menni, és legyen, aki vár minket. Tudjuk, hogy ez kicsoda, és tudjuk, hogy mit tud nekünk nyújtani. Ennek már csak egy fiók fejezete volt az, hogy fogtuk az egyébként már jól bejártott helyi biztonsági laboratóriumból is kievolválódott, nagyon modern molekuláris biológiai labort, amit egyébként szám szerint 4 darab 30 kilós táskába be tudunk pakolni, ez a plusz súlyunk a repüléskor, és ezt gyakorlatilag bárhova ki tudjuk telepíteni. Bangladesben egy már meglévő állategészségügyi hálózatot használtunk, és ott mindig volt egy szoba, amit megkaptunk. Dakában, a fővárosban minden elérhető, ami például egy vírusdiagnosztikumhoz kell, de ez a vidéken nagyon nem igaz. És azzal már, hogy megmutattuk, hogy gyakorlatilag bármilyen szobában tudunk telepíteni egy ilyen laboratóriumot, nem csak a Nipah vírus megelőzésében segítettünk, hanem megmutattuk nekik azt a kapacitást és erőt, hogy akár állategészségügyi, akár más humánegészségügyi helyzetben, vagy járvány esetén, vagy vírus esetén is pontosan így el lehet járni, és igenis lehet gyors adatokat szolgáltatni, és gyors intervenciókat bevezetni. Ez olyan szinten tudott újdonságot hozni a bangladesi közegben, hogy ezzel képesek vagyunk megmondani azt, hogy aktuálisan melyik régió denevérei, melyik denevér kolónia az, ami fertőzött, vagy nagyon fertőzött. Innentől kezdve már csak egy lépés, hogy a helyi hatóságok a helyieket informálva, vagy akár olyan kapcsolatokat elzárva, amivel a helyiekkel meg tudnak fertőződni, megelőzzék a járványt. Tavalyi utunk során tudtuk lokalizálni azt a denevér kolóniát és azt a régiót az országban, ahol idén már a humán esetek jelentkeztek. A Nipah vírus mellett egy a kóborkutyákat érintő kutatást is végzett a kutatócsoport, akik helyi állatvédőkkel és állatorvosokkal közösen vizsgálták a kutyák által hordozott és terjesztett betegségeket. Ehhez ingyenes PCR vizsgálatot is biztosítottak a pécsi virológusok a klinikák számára. Fontos Bangladesről tudni, hogy rengeteg kóborkutya található az országban, és itt a vizsgálatunk az állategészségügyi szempontból végeztük el. Konkrétan a szoporinca vizsgálat történt kint ugyanazzal a laboratóriummal, amit kivittünk Nipah vírus vizsgálatra, ugyanazzal a felszereléssel el tudtuk végezni ezt a vizsgálatot is. A helyek bevonásával nyálmintákat gyűjtöttünk a kutyáktól, ezt bevittük a laboratóriumba, és aznapra megvolt már az eredmény. Ez egy olyan vírus, ami állatokat érint, főként kutyákat is, különböző ragadozó emlősöket. Az egész világon elterjedt megbetegedés, és nagy arányban elpusztulnak az állatok, hogyha elkapják ezt a fertőzést. Egyébként itt Európában is jelen van a vírus. A kutyáinkat oltjuk is ellene, a kombinált oltás tartalmazza a megfelelő védelmet, viszont a vadon élő állatokat nem oltjuk ellene. Magyarországon is 21-ben volt rókákkal kapcsolatos járvány, Ázsiában is előfordul ez a megbetegedés, viszont Bangladesben nem oltják a kutyákat, hiszen itt főként kóborkutyákról beszélünk,
és a vírus könnyen fent tud maradni ezekben a kutya állományokban. A virológusok nem csak egy mobil labort és a szakértelmüket vitték el Bangladesbe, vallják, hogy a tudás átadása egyfajta küldetés. Semmit nem ér egy ilyen út, hogyha nem hagyunk ott valamit. Mit éri meg a legjobban ott hagyni? A tudást. Az nem járja, hogy a nyugati világ rendszeresen dollármilliárdokból megjelenik egy-egy járvány gócpontban, megoldja és hazamegy. Ez a felismerés nem a miénk, ez a felismerés a szakmánké, és Bangladesben is, és bárhova betesszük a lábunkat, pontosan így járunk el. Ilyenkor mindig vannak helyi kutatók velünk, mindig vannak helyi egyetemek, akiket megkeresünk, és soha nem jövünk úgy el, hogy legalább egy hétnyi, általában 4 hetes egy ilyen út, egy hétnyi oktatást, workshopot, diákok kiképzését ne csinálnánk. Eljutottunk arra a szintre a két útunk során, most Bangladesben 2 éve vagyunk jelen, hogy most már saját PhD hallgatóink vannak kint. Létrehoztunk ott egy, mondhatom úgy, hogy fiók labort, a Nemzeti Labornak egy fiók laborját, ottani kutatók töltik meg, ott is hagytunk ehhez eszközöket, segítjük őket a pályázásban. Miről szól ez az egész? Szeretnénk, hogyha fölépülne egy olyan kapacitás, amihez már nem kell majd oda mennünk, és szeretnénk azt, hogy megtanítva őket, ők tudjanak majd felismerni, reagálni problémákra. Mennyire értékes egy ilyen kutatás, jól mutatja, hogy nemrég nyertünk egy nagy Európai Uniós pályázatot a Bécsi Egyetemmel, a mi egyetemünkkel, most már az ELTE is benne van ebbe, tehát 2 magyar egyetem, egy Bécsi Egyetem, és a kinti vidéki egyetemekkel pontosan erre kapacitás építése következő 3 évben több mint 5000 hallgatót fogunk megtanítani arra, hogy bizonyos állati eredetű fertőző betegségeknek a korai felismerése, újak felismerése hogy zajlik, hogy zajlanak azok az elsődleges kutatások, amivel a világ számára is kritikus információkat tudok szolgáltatni, és nem állunk meg a diákok szintjén, több mint 100 oktatót is ki fogunk képezni, hogy ezt ők tudják majd továbbvinni, és erre építve nagyon szeretnénk laboratóriumokat és egyéb kapacitásokat is felhúzni. Határozott tervünk van a következő 3 évre, ráadásul emellett a kutatást is szeretnénk folytatni.